Dr. Molnár Károly szerezte meg a második helyet. Idén az év praxisa Kárpát-medencében pályázat határon innen kategóriájában. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma egészségügyi államtitkársága által meghirdetett pályázat 2011-ben indult útjára, hogy egyebek mellett a betegek, polgármesterek, plébánosok, nyugdíjas klubok és iskolák által beküldött ajánlások, történetek segítségével 2018-ban is megtalálják a Kárpát-medence legjobb házi orvosait és munkatársait. Idén 300 ajánlás érkezett, ebből dr. Molnár Károly praxisára 13, melyet betegei mellett orvostanhallgató, debreceni tanszékvezető, de járási szakfelügyelő orvos is beküldött. Az ajánlások alapján egy 11 tagú zsűri választotta ki a toplistás 10 hazai és 10 határon túli praxist, melyekre a www.evpraxisa.hu internetes portálon lehetett szavazni. Idén a világ mintegy 503 városából összesen 50 ezer voks érkezett, a mezőkövesdi házi orvost 8500-an ítélték a legjobbnak. A 300 ajánlat közül 10 hazait választottak ki, és a zsűri az első helyre rakott bennünket. Ez nagy öröm és büszkeség volt. Utána aztán jött a szavazás, a második hely nekünk jutott. De erre is büszke vagyok. Az orvosi diplomám után, amit a professzoraim adtak, most a betegeim állították ki ezt a diplomát mindkettőnk számára. Hát őszintén szólva izgultam, mint a másik diplománál, mert felemelő érzés volt egy gyönyörű helyen, a pesti Vigadóban, ahol még sose jártam, kollégák társaságába a zsűri ott ült előttünk, és oda kellett felmenni, átvenni ezt a díjat egy-egy szál szegfűvel egyetembe. A szeptember 3-ai díjátadó gálán dr. Molnár Károly és asszisztens felesége dr. Molnár Károlyné közösen vették át az okleveleket dr. Horváth Ildikó professzor, a Magyar Tüdőgyógyász Társaság elnökétől és Farsang Csaba professzor, a Magyar Hipertonia Társaság örökös, tiszteletbeli elnökétől. Az oklevelek mellé az Aegis Gyógyszergyár ZRT 100 ezer forintos díját, könyvajándékokat kaptak, valamint minden nyertest egy 250 ezer forint értékű vitaminnal jutalmaztak, a Béres Alapítvány jóvoltából. A pályázat hazai nyertese a Tolna megyei Györe házi orvosa, dr. Csullag Zsolt lett, a határon túli házi orvosok közül pedig az erdélyi Szobáta házi orvosa, dr. Cuzic Melinda szerezte meg az első helyet. Dr. Molnár Károly Egerlövön született, ott járt általános iskolába, majd a mezőkövesdi gimnáziumban érettségizett. A vizsgákra való felkészülés során már kikristályosodott előtte, hogy az orvosi pályát választja, és a Debreceni Egyetem orvostudományi karára felvételizett. Első ízben nem nyertem felvételt, aminek később örültem, és most is örülök, mert a következő felvételig Egerben mentőknél dolgoztam. Tehát ez egy jó gyakorlat volt a számomra, és úgy gondolom, hogy a mostani egészségügyben dolgozóknak, vagy leendő orvosoknak is jó volna egy ilyen kis gyakorlat, akár a mentőknél, akár a kórházakban. Az egyéves mentősködés után a második alkalommal nyertem felvételt a Debreceni Orvostudományi Egyetemre, és a 6 évet ott töltöttem, de annak a jegyében, hogy én körzetbe kívánok menni. A diploma megszerzése után Nógrád megye több településén is, Varsányon, Nógrád-Sipeken, Nagylócon és Rimócon is dolgozott, majd praktizált Tardon és Cserépvárolján. Ezt követően 1990-ben került Mezőkövesdre, azóta itt él családjával, és dolgozik közösen a feleségével a praxisban, akit egyetemistaként ismert meg, aki akkor ápolónőként dolgozott a Debreceni Egyetem 2. számú belgyógyászati klinikán. Tőle nagyon sokat tanultam. A körzetbe kikerülve is a tapasztalt ápolónők nagy segítséget adtak, nem csak nekem, hanem minden orvosnak. Ezt azóta a hosszú évek során megbeszéltük, tanulni lehet tőlük, és ezt meg is kell becsülni. Dr. Molnár Károly gyógyítói tevékenysége mellett az általa alapított gondoskodás alapítvány kuratóriumi elnökeként segíti a fogyatékkal élő embereket, feleségével közösen működtetik az Add a kezed lakóotthont Mezőkövesden. Munkáját több alkalommal is elismerték, városunk önkormányzatától 2009-ben dr. Szűcs Géza díjat kapott, 2000-ben a Magyar Köztársaság elnöke által adományozott aranyérem kitüntetést feleségével együtt érdemelte ki,
valamint a Debreceni Egyetem Orvos és Egészségtudományi Centruma családi orvosi tanszékének oktatóházi orvosa címmel is büszkélkedhet. A doktor úr továbbá foglalkozás egészségügyi szakorvos, városunk két középiskolájának orvosa, Mezőkövesd és Vonzás körzetének szakfelügyelő főorvosa, ezen kívül mentőtiszti szakvizsgával is rendelkezik, valamint orvos továbbképzés során akupunktúra vizsgát is tett. Rengeteg munkája mellett kevés szabadidejében méhészkedéssel foglalkozik.